Hosszú lépésekkel megindulunk a színpad irányába! Gólyalábosok invitálták szombat délelőtt a főtéren összegyűlt családokat a színpadhoz. Ott nagy csoportos óvodások és a város polgármesterek közösen, hivatalosan is megnyitották a 10. alkalommal megrendezett hetet hét játékfesztivált. Zsongást hoznak a belvárosba, nagyon-nagyon aranyosak, kedvesek, és nagyon jó látni azt a sok mosolygós édesanyát, édesapát, nagymamát, nagypapát, akik pedig elkísérték. Hiányzott ez az elmúlt két esztendőből, de most újra a legkisebbek és Székesfehérvár belváros, és nagyon érdekes, mert éppen a versünep döntőjéről jövök, ahol egy kicsit nagyobb, de még mindig nagyon fiatalok vannak. Itt a gyerekfesztivál, úgyhogy most igazán fiatalos a belváros. Az egész belváros egy óriási játszótérré változott erre a hétvégére. Milyen állat ez? Olyan csinálja. És hogy kell az oroszlánt csinálni? Nagyon úgy. Itt egy agyon. A fűrészt ezt egyenesen kell húzni. A tucatnyi állomáson más-más szakmákkal ismerkedhettek meg a gyerekek, de kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, valamint a játékmúzeum jóvoltából a hét próba állomásait is teljesíthették. Azért jöttünk a fesztiválra, hogy különböző faműves mesterségek programjait hozzuk el. Megtalálható a szerszám repertoárunkban Asztalos, Ács, Bognár, Kádár faműves szerszámok, ezeket megmutatjuk a látogatóknak. A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is megkapják a kicsik azt a foglalkoztató füzetet, amely néhány évvel ezelőtt a Gyöngyvirág óvoda gondozásában jelent meg, és Székesfehérvár legszebb részeihez kalauzolja el az óvodásokat. A kiadványt idén 845 nagycsoportoshoz juttatják el.